A műsor támogatója a Millennium Biztosító. Szabadka, Karagyorgye út 38. Millennium Biztosító. Minket már mindannyian ismernek. Köszöntöm nézőinket, ez a Szubjektív. Vendégünk ma Nagy Imre. Köszöntöm a műsorban. Jó napot kívánok! A területfejlesztési stratégia nyomán hallhattunk többet, bővebben tevékenységéről. Vágjunk bele mindjárt a téma közepébe. Mi is ez a területfejlesztési stratégia? Tehát a VMS által készített magyar közösség gazdasági és területfejlesztési stratégiáról van szó, amely az új európai elvárásoknak megfelelően megpróbálja definiálni azokat a gazdaságfejlesztési feladatokat, amelyek az elkövetkező, mondhatnánk így, tervezési ciklusra, tehát a 2014-től 2020-ig terjedő ciklusra vonatkoznak. Ez a gazdasági és területfejlesztési stratégia gyakorlatilag a szerbiai regionális terv alapján készült, mégpedig úgy, hogy figyelembe vette az Európai Unió regionális politikájának a alapelveit, irányvonalait, és nem utolsó sorban figyelembe vette a környező országok fejlesztési stratégiáit is, ugyanis sok olyan fejlesztésre kell, hogy sor kerüljön, amelyek az ország határt érinti, illetve a határtérségeinket is érintik, és nyilván ezeket a fejlesztéseket nagyon sok esetben a szomszédos országokkal harmonizálva kell megtenni. Gondolok itt mondjuk az infrastruktúra fejlesztésre, vagy a vízügyi problémák megoldására, akár az árvíz, vagy katasztrófavédelmi problémák megoldására. Meg EU-kompatibilis teljes egészében, ha jól értem? Igen, ez EU-kompatibilisnak kellene, hogy legyen, ugyanis mindazok az elvek, amelyek megjelennek az európai regionális és vidékfejlesztési politikába, ugye ebben a stratégiában is jelen vannak, sőt nagyon sok fogalomnak az elolvasása után ráismerünk ezekre a akár fogalmakra, szófordulatokra, amelyek különben az európai regionális tervekben, akciótervekben szoktak megjelenni. Vekerletervként is hallottunk róla, illetve emlegették, mi köze hozzá? A Vekerleterv ugye a Kárpát-medencei magyar közösség fejlesztését próbálja megvilágítani, harmonizálva a szomszédos országoknak a fejlesztési koncepcióival és regionális terveivel, regionális politikájával. Nyilván ez a Vekerletervnek a beépülése, vagy azoknak az elveknek a beépítése a gazdaságfejlesztési tervbe jár majd valamilyen támogatással is a Magyarország részéről, de ezeket a fejlesztéseket főleg az EU-s pályázatokból, EU-s forrásokból és nemzeti forrásból kívánja ez a stratégia megvalósítani. Persze ezek az arányok, hogy hogyan alakulnak, illetve ezek a pénzelési arányok hogyan alakulnak, ez mindig a pillanatnyi erőviszonyok és gazdasági viszonyok, gazdasági potenciáloknak a gazdasági potenciáloktól függ. A Vajdasági Magyarság gazdasági és területfejlesztési terve címet viseli a dokumentum, de gondolom nem szorítkozik csak és szigorúan azokra a környezetekre, ahol a magyarok élnek Vajdaságban. Természetesen, hogy nem azokra vonatkozik. Ezek a stratégiai irányelvek csupán, tehát irányt adó módszertan, illetve azokat a stratégiai célokat fogalmazza meg, amelyeket mindenképpen be kellene tartani, illetve meg kellene valósítani annak érdekében, hogy ezeken a területeken itt élő komplett lakosságnak a jólétéhez, a jobb életnek a megteremtéshez járuljon hozzá. Jó, akkor beszéljünk a stratégiai célokról, amelyeket a dokumentum tűz ki.
Melyek a legfontosabb irányelvek? Öt stratégiai célt fogalmazott meg az a szakértői csapat, aki nagyon keményen dolgozott ezen ezeken a témákon, és gyakorlatilag azok a célok jöttek be, amelyek, tehát azok a stratégiai célok definiálódtak, ami alapjába véve valóban a legfontosabb tényező a gazdaságfejlesztésben. Nagyon sok fiatal szakemberrel vitatkoztunk éppen ezeken a stratégiai célokon, ugyanis mindenki az első stratégiai cél tartotta a legkomolyabbnak, legjobban összefoglaltnak, ugyanis a hozzáadott értékű élelmiszertermelésnek a stratégiája az, ami nagyon alaposan kiviláglik ebből a stratégiából, és ami gyakorlatilag egy vajdasági térségben elengedhetetlenül fontos stratégia lehet. A másik stratégiai célunk, az előbb is beszéltem erről, ugye a kulturális és az egészségturizmusnak a fejlesztési lehetőségei. Itt is ugye kicsit visszatérünk a helyzetértékelésre, tudjuk azt, hogy nagy lehetőségeink vannak, tehát megvannak a termálvizeink, de a gyógyturizmus az még nem működik. Tehát ha azt is tudjuk, hogy a vajdasági lakosoknak nagy része Mórahalomra és Makóra jár fürdeni, akkor ez egy nagyon lesújtó vélemény lehet, egy lesújtó adat arról, hogy miért nem a kanizsai, vagy a temerini, vagy a apatini, vagy a junákovicsi gyógyfürdőbe mennek ezek a vendégek. És akkor ugye itt jön a visszatérve a második stratégiai témára, hogy igen, ezt kell fejleszteni, de viszont ezeknek a gyógyfürdőknek a fejlesztése is olyan értelemben kell, hogy történjék, hogy más gazdasági ágakat is fejleszten. Tehát ugye ezt szoktuk mondani, hogyha egy követ dobunk a vízbe, annak a koncentrikus hullámgyűrűi mindent érintsenek, tehát a turizmusnak a fejlesztése ne csak a szálláshely kapacitás fejlesztésére irányuljon, hanem aztán a gazdasági ágazatokat, az élelmiszer, a mezőgazdaság, a vendéglátóiparnak is adjon lehetőséget, és ezekben az ágazatokban is generálja a munkahelyteremtést. Honnan tudnánk ide vonzani turistákat Vajdaságba? Hát elsősorban a helyi turisták, tehát a hazai turistáknak a helyi lakosság, tehát a vajdasági lakosság. Mert hiszen, hogyha tudjuk azt, hogy Újvidékre eljárnak Mórahalomra, aztán Makóra, ugye abban az esetben az is elképzelhető, hogy hát rövidítsék az utat, és Kanizsára menjenek, vagy pedig Apatinba. Fenntarthatná a helyi lakosság a gyógyturizmust? Persze, hogy fenntarthatná, de erre nagyon komoly tervek vannak, és azt hiszem, hogy klaszterek is létesültek, ugye, amelyek nagyon komoly fejlesztéseket látnak elő. Tehát ehhez pénz kell, idő kell, és egy kontinuitás, tehát elkezdeni, valamikor elkezdeni, minél előbb elkezdeni, ugye holnap elkezdeni, és akkor valamikor be is fog fejeződni. Tehát elérjük azt a célt, hogy legyen egy olyan fürdőközpontunk, vagy fürdővárosunk, amelyre valóban azt lehet mondani, hogy a gyógy és a fürdőturizmus és a wellnessnek minden pozitív sajátosságát tudja adni. Mit kell ehhez még tennünk? Nyilván nem kielégítő az a kínálat, ami van, hogyha már nem hozza azt az eredményt, amit elvárnál. Én most nem szeretnék bele kontárkodni az idegenforgalom fejlesztőknek a témájába és tevékenységi körébe, de... Erről a stratégia nem szól. De a stratégia nagyon sok mindenről szól, tehát gyakorlatilag amellett, hogy a fürdőket fejlesszük, amellett komoly kultúrprogramokat kell létesítenünk, tehát mégpedig olyan programokat, amelyek összeköthetők, tehát amelyek egy kulturális útvonal kapcsán egy vagy két nap alatt meglátogathatók, de megfelelő szálláshely nívóval is rendelkeznek, tehát nagyon sok minőségi fejlesztésre is sor kéne, hogy kerüljön. További célkitűzések?
További célkitűzések, a harmadik stratégiáról nem beszéltünk, bocsánat, a harmadik stratégiai célról nem beszéltünk, ez a tudásalapú gazdaságfejlesztés, ugye, amelyre megint csak azt lehet mondani, hogy megvannak az alapjai vajdaságban. Tehát a tudásalapú gazdaságfejlesztés magában foglalja az információs technológiának az alkalmazását akár minden gazdasági ágazatban. Aztán akár a környezetiparnak a fejlesztésről beszélgethetnénk. A Wekerleter például fölibenti az autó ipari központokhoz való bedolgozásnak a lehetőségét. Ha tudjuk azt, hogy Magyarországon három komoly autógyár van, ezeknek az autógyáraknak a különböző alkatrész készítéshez simán be lehetne dolgozni, hiszen erre is van például a Vajdaságban, ugyanis vannak olyan termelők, magániparosok, akik a Mercedes meg a BMW-nek az alkatrészeihez, alkatrész gyártásához járulnak hozzá, és ez is azt jelenti, hogy van kapacitásunk, van tudásunk, csak ez megfelelő szervezés során kell, hogy ugye érvényre jusson. És itt szükséges elmondani, ugye, hogy akár az első, vagy a másik, vagy a harmadik stratégiai cél kapcsán is, hogy nem elég az, hogy megtermeljük a különböző alkatrészeket, vagy különböző termékeket. Ennek egy megfelelő marketingje kell, hogy legyen. Megfelelő csomagolása, megfelelő raktározása is. Ezek, amit most elmondtam, ezek mind új munkahelyeket tudnak teremteni helyben, ugye? Hát a raktározás, a logisztika, az egy teljesen új ágazat, ami a gazdaságban rengeteg munkahelyet tud teremteni. Sőt, itt is szükség van az információs technológiára, tehát ebből látjuk, hogy egy nagyon széles spektrumú fejlesztésnek állunk elébe, amit szerintem egy jó szervezéssel, egy megfelelő idődinamizmussal ugye el lehet majd érni. Maradjunk a felsorolásnál, ez eddig három stratégiai cél volt, a másik két stratégia is nagyon fontos üzeneteket hordoz, ugyanis a negyedik stratégiának az egyik legfontosabb üzenete, ami kapcsolódik gyakorlatilag az első stratégiához, a termőföldnek a megtartása, megvédése. Nagyon félő az, hogy az Európai Uniós csatlakozási folyamatban ugye a vajdasági mezőgazdaság, illetve a mezőgazdasági területek eladhatóvá válnak, és ennek a kiárusításnak a megakadályozását kéne valahogy elérni, ugyanis ez a stratégiának az egyik célja. Tehát nyilván a megoldás még nincs, tehát ez egy nagyon hosszú egyeztetés. Ki kell találni, hogy hogyan kerüljön sor erre a... Mennyi idő van arra, hogy kitalálja valaki a megoldást? Hát szerintem, hogyha a csatlakozás 2020-ra várható, akkor ha most elkezdünk ezen gondolkozni, akkor nyilván lesz rá idő. 2020-ig lesz idő, tehát persze lehet, hogy tehát az előcsatlakozási folyamatnak is vannak már bizonyos olyan tevékenységi részei, tehát van az előcsatlakozási folyamatnak is vannak olyan periódusai, amelyek alatt már valamit meg kell valósítani, valamit meg kell engedni, tehát szerintem erre sokkal előbb sor kell, hogy kerüljön. És itt mondanám el azt, hogy a Földnek a tulajdonjogi védelme mellett a Föld fizikai védelme, illetve a termőföldnek a fizikai védelmére is sor kell, hogy kerüljön, ugyanis ha végigutazunk Vajdaságon, mindenütt látjuk azt, hogy mennyire kopára a vajdasági agrárterület, a vajdasági táj. Láttuk azt most, amikor a hófúvások voltak, hogy amikor már nem volt a szélnek mit fújni, akkor talajt is a legjobb, tehát a talajnak a humusztartalmát fújta ki, ugye? És ez azt bizonyítja, hogy erős szelek, erős kosava idején nagyon komoly erózióra számíthatunk, és ugye ezt a termelők sose veszik figyelembe, mindig mosolyognak, mikor
a mezővédő erdősávokról beszélgetünk, de hát Vajdaságnak az erdősítése, és főleg ezeknek a mezőgazdasági területeknek az erdősítése egy nagyon komoly feladat. Még mindig nem akarunk vele komolyan foglalkozni, még mindig nem akarunk a klímaváltozás problémájával foglalkozni, pedig vészjósulok a jelek hosszú távon ezzel kapcsolatban is. Az ötödik? Az ötödik stratégiai cél szintén a kötődik gyakorlatilag mind a négy előző stratégiai célhoz, a fiatalok elvándorlásának a megakadályozását tűzi ki célul, valamint a helyben történő érvényesülésnek a módozatait. Ugye nagyon jól látjuk például azt, hogy és ez egy nagyon komoly probléma, hogy az észak-bácskai magyar településeken a fiatalok nem tudnak szerbül. A helyben történő érvényesülésre erre nagyon szükség van, tehát azok, akik mondjuk nem jönnek le Újvidékre, egyetemre, vagy nem dolgoznak olyan vegyes közösségbe, ahol megtanulnák az államnyelvet, a többségi nyelvet, nagyon komoly problémáik vannak. Ami egy nagyon érdekes és fontos tényező ezzel kapcsolatban, hogy és ahhoz, hogy a magyar fiatalok egyenrangon érvényesüljenek Vajdaságban, fontos a szerb nyelv tudása. Ennek a megoldására ugye különböző lehetőségeket javasoltunk. Nem csak az, hogy fiatalkorban tanulják már meg a szerb nyelvet, hanem az, hogy a különböző szakmában, tehát szakmai tudásban is legyen jó szerb nyelv tudásuk. Számítógépes tudás magával hozza az angol nyelvtudást is, de emellett a szerb nyelvnek a tudása is elengedhetetlen fontos. A szerb nyelvtudás elengedhetetlen ahhoz, hogy ugye az idegen nyelv, angol nyelvtudás mellett az itteni érvényesülés, az itteni gazdaságfejlesztéshez ugye egyenrangon együttműködve tudjuk a vajdasági gazdasági föllendülést meghozni. És ez a fiatal generációknak a feladata lesz. Melyek még a munkahely teremtés lehetőségei? Éppen a temerini fürdőfejlesztés kapcsán mondtam el ezt egy IPA konferencián, hogy a temerini fürdőfejlesztésével rengeteg új munkahelyet lehetne teremteni. Ugyanis, hogyha a fürdőfejlesztés során elérjük azt, hogy a fürdő egész évben üzemel, abban az esetben a fürdőnek a fenntartásához nem 3-4 emberre van szükség, hanem sokkal jóval többre. Ez a fürdőfejlesztés azután generálja a többi gazdaságiák fejlesztését. Sokan lesznek azok, akik a fürdőbe azért jönnek el, hogy itt legyenek pár napig, akár télen, akár ősszel, akár tavasszal, ugye? Ehhez szálláskapacitások szükségesek. A szálláskapacitás igénye generálja a falusi turizmus, a falusi szálláshelyeknek a beindítását, ami az itt lakóknak mondjuk egy plusz jövedelmet tud biztosítani. És ezzel is sokat elérhetünk már. Ez sok-sok ötlet, lehetőség, célkitűzés. Vajon mi az oka annak, hogy jelenleg nincsen ilyen fejlesztési tevékenység? Ötlethiányban szenvedünk, vagy csupán a gazdasági válság, nehézség, tehát a pénzhiány az oka, vagy lustaság, vagy részletes tervek hiánya, vagy valami egészen más? Mindenből van egy kicsi, az én véleményem szerint. Ugyanis a jó példa arra, a székelykevei falusi turizmus egy nagyon jó példa arra, hogy egy olyan település, amely sok éve már nagyon jól működik. És ez a település ugye évtizedekig Belgrádnak az árnyékában egy elzárt település volt. Senki nem ment oda. Ma viszont akár hetente 2-3 autóbusz megérkezik, és ezt a 2-3 autóbusz turistát el tudják szállásolni. Nagyon minőségi
szolgáltatást tudnak nyújtani, pedig ez, tehát mondjuk a Székely Kevén nincs túl sok mutatnivaló, viszont egy átutazó tranzit turizmus szempontjából nagyon fontos. Na most ugyanezt el lehetne játszani nagyon sok más településen is. Miért nem történik? Én szerintem szervezés kérdés, lehet, hogy van benne kis lustaság is, tehát persze ahhoz, hogy szálláshely kapacitásokat tudjunk szervezni, ahhoz azért valaki oda is kell hozni, tehát valamit meg kell mutatni, tehát idegenforgalmi vonzerőt kell kialakítani, rendezvényeket. Ugye rengeteg ilyen egynapos rendezvény van a Vajdaságban. Ezeket kell meghosszabbítani 2 vagy 3 napra. Tehát 1 vagy 2 vendégéjszakát töltsenek ott a vendég, és mindjárt gerjeszteni lehet a szálláshelyeknek a számának a növelés, bocsánat, a vendégéjszakák növelését, és ez generálja tovább a szálláshely fejlesztést is. Hol tart most a dokumentum? A dokumentum gyakorlatilag kész, tehát nyersanyag formájában megvan, elkészült. A különböző stratégiai céloknak a szerkesztőivel történik most az egyeztetés, átnézzük azt, hogy hol vannak átfedések, megpróbáljuk megfogalmazni, pontosítani azokat a célokat, támogatható tevékenységet, amelyeket előláttunk. Természetesen ennek a dokumentumnak egy európai stílus, tehát egy általában az elfogadott fejlesztési stratégiáknak a formáját kéne megadni, és utána pedig, ezt nagyon gyorsan be fogjuk fejezni, utána pedig soron következik az operatív programnak, vagy az akcióterveknek az elkészítése, ami tulajdonképpen a következő lépés ahhoz, hogy aktivizálni tudjuk majd a térségben azokat a vállalkozásokat, azokat a fejlesztéseket, amelyekre legelőbb sor kerülhet már, tehát amelyek ott vannak a tarsolyainkba, és csak arra van szükség, hogy kicsit megtámogassa valaki, és indulhat ez a fejlesztés. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm a lehetőséget! A Szubjektív véget ért, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Millennium biztosító. Szabadka, Karagyorgye út 38. Millennium biztosító. Minket már mindannyian ismernek.